elindítunk rengeteg akkreditált és OK is tanfolyamot városi szinten és a későbbiekben járási szinten is. Akkreditált parkgondozó, kertépítő és temetőkertész munkásképzés indult Dunaújvárosban. A részletekről kedden sajtótájékoztató keretében számoltak be. Hosszú János a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kiemelte. A 4 hónapos tanfolyam elvégzése után a résztvevők szakképesítést szereznek. A későbbiekben így könnyebben találnak munkát. 15 embernek ingyen és bérmentve képzést tudunk úgy biztosítani, hogy az alapellátása megvan, ami annyit jelent, hogy 4 hónapon keresztül havi 46 ezer forintban fognak részesülni, és itt a helyszínen megkapják azokat az elmélet és gyakorlati képzéseket, hogy utána egy tanúsítvány által szakképzettséghez fognak jutni, ami egy ilyen kert, temetőgondozási feladatellátásban fog nekik utána munkát biztosítani, mert van egy tovább foglalkoztatási kötelezettségünk is, és ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok ember rendelkezésére fogunk állni 2015. december végéig. A képzésre csak regisztrált munkanélküliek jelentkezhettek, akik elméleti és gyakorlati oktatáson is részt vesznek. Ez egy szép, szép szakma, és lehet, hogy benne, ha az embernek ízlés szerint lehet dolgozni. Jó, most egy kis, momentán egy kis kertgondozás, temetőgondozás van, ez nem szégyen, a munka soha nem szégyen. Az országban először Dunaújvárosban indították el a képzést, amelyet uniós pályázatból valósítottak meg. A cél az, hogy növeljék a szakképzettek és ezáltal a foglalkoztatottak létszámát. Az országban, hogy mi vagyunk talán az elsők, ha fogalmazhatok így, akik ebben részt vehetünk, és nagyon fontos volt ugye minden feltételrendszernek megfelelni. Itt maga az oktatási központ nagyon sok feltételt állított velünk szemben, és ugye a legnagyobb dolog szerintem, hogy az egyik legszebb, legnagyobb temetőnk van az országban, ahol ezt a képzést elindítva tudjuk őket ahhoz segíteni, hogy megtanulják ezt a szakmát, hiszen ez nem egy egyszerű kertész szakma. Temetőt fenntartani nem alapkertészeti feladatokkal kell ellátni, ellátva kell elvégezni, hanem itt azért a kegyeletgyakorlás méltóságát is meg kell tartani mindemellett. A jövőben további tanfolyamokat is elindítanak városunkban, hogy ezáltal segítsék a hátrányos helyzetűek elhelyezkedését a munkaerőpiacon.